20. terhességi hetüket betöltött kismamákat várnak arra az újonnan induló tanfolyamra, amely egyebek mellett a szülés menetére, a babával eltöltött első időszakra készíti fel a hölgyeket. Védőnő kolléganőnk Hegedűs Judit vezeti ezt a tanfolyamot. A 6 alkalom arról szól, hogy mire kell felkészülni mint ahogy a neve is mutatja, akik szülni készülnek, a szülés minden verziójáról, menetéről, a baba kelendjéről, a várandóság végéről, hogy mire kell odafigyelni, illetve a babával eltöltött első időszakról szól ez a tanfolyam. Az első tanfolyam 2024. január 8-án 16 órakor indul a Gárdonyi Géza Művelődési Házban, amelyen a leendő apukák is részt vehetnek. A szervezők azok jelentkezését várják, akiknek a szülés időpontja nem az oktatás idejére esik, így mind a 6 alkalmon részt tudnak venni. A részvételi szándékot jelezni e-mailben, a képernyőn látható címen, vagy telefonszámon lehet. Emellett a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda egész évben nagy figyelmet fordít az egészségmegőrzésre, így számos programmal várják a lakosságot 2024-ben is. Tovább folynak a városrészi szűrőnapok, aminek a során Öreghegyen, Maroshegyen, Szárazréten, Ráczhegyen tartunk egészségnapokat. Ez a szokásos időpont, az ott lakók általában már felkészültek. Várhatóan lesz nőgyógyász, női és férfi szűrőnapunk, folyamatosan zajlanak az iskolai programjaink a járás általános és középiskoláiban, és egyéni tanácsadásaink is zajlanak, dietetikai tanácsadás, gyógytorna tanácsadás, illetve mentálhigiénés tanácsadásaink vannak. Keresztúri Lászlóné hozzátette, elindítják online joga programjukat, valamint munkahelyi szűrő és mentális felkészítő programokat is szerveznek majd.